Idén már 6. alkalommal rendezik meg a Made in Pécs Fesztivált. Július 17-én több mint 500 pécsi zenész mutatkozhat be a nagyközönség előtt a Baranyai megyeszékhely belvárosában. A rendezvényt eredetileg, mint a korábbi években, januárban tartották volna, ám a koronavírus miatt ezt átszervezték nyárra. A fellépők 20 perces minikoncerteket adnak majd több vendéglátóhelyen. Az esemény bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, minden eddiginél több zenész jelentkezett. Idén 137 pécsi produkció áll színpadra, emiatt nem is volt elég a 6 helyszín. Ugye ez eddig 6 helyszínen zajlott reggel 10-től éjszakában nyúlóan, most már 7 helyszín plusz egy helyszínt, a Sárkány Barlangot a rock metal produkciók gyűjtő helyeként be kellett vonni a produkcióba. Az együttesek vagy a szóló produkciók professzionális körülmények között kapnak bemutatkozási lehetőséget műfajtól függetlenül. Idén különlegesség, hogy 3 józsefvárosi és 3 eszéki zenekart is meghívtak a fesztiválra. A Horvátvárosból egy uniós programnak köszönhetően érkeznek a fellépők, mondta a projekt kommunikációs menedzsere. Csordás Kata hozzátette, hogy a két nemzet kulturális életét szeretnék közelebb hozni a program segítségével. Van egy nagyon fontos pillére a könnyű zenei program, és tulajdonképpen már a projekt tervezési szakaszában azon gondolkodtunk, hogy milyen jó lenne, hogyha ezeket a horvát koncerteket a Made in Pécs Fesztivál keretében tudnánk megvalósítani. A Made in Pécs Fesztivál ingyenesen látogatható, ám a koncertekre csak védettségi igazolvány birtokában léphetnek be az érdeklődők. Az első helyszínen, ahova a látogatók betérnek, kapnak egy karszalagot, amivel a többi helyszínt is látogathatják.